Sziasztok! Már régen elő videóztam. Úgy gondoltam, hogy akkor gyorsan most dobunk egy élőt. Ez pedig egy nagyon fontos információt tartalmaz, mégpedig azt. Jelenleg Balin vagyunk. Készítünk folyamatosan videókat, de még nem sikerült feltölteni. Majd szerintem egybe fogjuk feltölteni az egészet. Balin vagyunk jelenleg egy pár napig. Eljöttünk ugye hajót venni, nézni. Sajnos, amit kinézünk magunknak, az úgy tűnik, hogy az nem fog, az túl kicsi lett. Ugyanis 8 méteres maga a hajó, az nekünk kicsi ehhez a nagy motorokhoz, úgyhogy keresünk tovább. Közben elhoztuk leszervizeltetni, közben most pakolunk, rengeteg autót, mindenfélét vettünk, megint szivatjuk, adnak berendezéseket is még sorolhatnám. De a videónak az apropója pedig az, hogy vettünk Magyarországra repülőjegyet, és minél hamarabb tudjátok, annál jobban tudnak azok alkalmazkodni hozzá, akik szeretnének jönni, és be akarnak minket lepni, mert már volt egy ilyen. A repülőnk az indul július 17-én, és visszajövünk Szumbára szeptember 20-án. Tehát ez alatt elközött az időpont között Magyarországon leszünk, tehát ne akarjatok minket itt meglepni, mert én csak ti fogtok ezzel meglepődni nagyon. Sajnos már az egyik barátunk azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy jönnek. Hát mondtuk, hogy hamarabb is szólhatatok volna, mert ez pont az időpont, mikor mi nem leszünk itt. És azon érdemes elgondolkodni, hogy többen jelezték, hogy hát szívesen jönnének, de az út, de hogy nem tud angolul, de hogy nem tudja a nyelvet és ilyenek. Azon fel tudunk ajánlani egy olyat, ezt még neked nem most mondtam, Klári, hogy visszajöhetnek velünk. És akkor közösen visszajövünk. Akkor tudunk segíteni nekik a becsekolástól kezdve szinte mindenbe. Uh-huh. Mutatom Klárinak, hogy mit szól hozzá. Jó szólsz hozzá? Uh-huh. Tehát akkor szeptember 20-án, ha szeretne valaki csatlakozni, akkor majd jelezzem. Megosztom vele, hogy milyen járattal megyünk itt a távirat. A következő, többen jeleztétek, hogy szeretnétek velünk találkozni Magyarországon. Hát elég sokat leszünk otthon, de közben mi utazgatunk mindenfelé. Szívesen találkozunk bárkivel. Írjatok ránk egy privát üzenetet, és akkor összefutunk valahol. Hogyha túl sok ilyen adódna, akkor lehet, hogy valami egybe találkozót csinálni, tehát hogy többen találkozni. Ha pedig csak egy pár ember, ugye folyamatosan hol fogunk közlekedni? Kisvárda, Budapest környéke, Fehérvár. Ugye? Fehérvár, Siófok és ugye ez a magassága, tehát kb. Megyünk itt a távirat az egész országba, és még valószínűleg Horvátországban is le kell ugranunk legalább egy hétre, úgyhogy aki dob egy üzenetet, hogy mit tudom, hogy süssünk szalonnát, vagy grillezzünk, vagy mik vannak még ilyen jó. Rákóczi túrost. Jó kis zsákozni, vagy krémes, kezdtünk éhesek lenni, azokkal szívesen összefutunk bárhol. Na, tehát jegyezzétek meg, júni 17, szeptember 20. Nem 10? Nem. Szeptember 20, úgyhogy Magyarországon, és akkor találkozhatunk ott is. Sziasztok!